Üdvözöllek benneteket! Aktuális videónkban egy feladatot oldunk meg, melyben az általános háromszög hiányzó szögeit számoljuk ki. Íme itt szól a feladat. Számíts ki az általános háromszög hiányzó belső és külső szögeit, ha adott két belső szöge, alfa egyenlő 78 és béta egyenlő 69 fok. Érdemes fölírni ezeket a belső, illetve külső szögeket. Írjuk le egymás alá. Alfa, béta, gamma, majd tőle egy picivel jobbra, alfa prim, béta prim, gamma prim. A külső szögek jelölésére használhatnánk akár az alfa 1, béta 1, illetve gamma 1 jelölést is. Írjuk be, amit tudunk. Az alfa 78 fok, alfa 78, a béta pedig 69. Ahogy haladunk a feladattal, a kiszámolt szögeket úgy szintén ide be fogjuk írni, és amikor mindent kitöltünk, akkor fejezzük be a feladatot. Ismételjük át mindazt, amit a háromszög belső, illetve külső szögeiről tanultunk. Tanultuk, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180 fok, tehát föl tudjuk majd használni alfa plusz beta plusz gamma egyenlő 180 fok. Valamint egy belső és egy külső szög összege mindig egy egyenes szöget ad, vagyis 180 fokot. Ezeket a szögpárokat alfa-alfa prim, béta, béta prim, gamma, gamma prim szükség szerint használhatjuk. Rajzoljuk le a háromszögünket, és jelöljük meg ezeket a szögeket. Belső szögek, alfa, béta, gamma, és hogyha a szárokat meghosszabbítjuk, akkor megkapjuk a külső szögeket is, alfa prim, béta prim, gamma prim. Hogyan elindulni az ilyen típusú feladatoknál? Mivel két belső szögünk adott, így a harmadik belső szöget ki tudjuk számítani a belső szögek összege segítségével. De ugyanígy alfa-alfa prim, illetve béta-béta prim párokból a hiányzó külső szöget ki tudjuk számítani. Teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben indulunk, kezdjük el a feladatot. Én most a hiányzó belső szöget fogom kiszámolni a meglévő kettő segítségével. Amire szükségem lesz, az a képlet, alfa plusz béta plusz gamma egyenlő 180 fok. Helyettesítsük be azokat, amiket tudunk. Alfa helyett 78 fok, béta helyett 69 fok, gammát nem ismerem, ezért leírom a gammát, egyenlő 180 fok. Azt a két szöget, amelyet ismerem, össze tudom adni. A 78-at és a 69-et, ha összeadjuk, 147-et kapunk. Ezt akár itt a feladaton belül is össze tudjuk adni. 9 plusz 8 az 17, írom a 7-et, maradt az 1. 6 plusz 7 az 13, plusz 1 az 14. Kaptam egy nagyon egyszerű kis egyenletet, melyben keresem a gamma szöget. A gamma szöget úgy tudom kiszámolni, hogy a 180 fokból kivonjuk a 147 fokot. Ha elvégezzük a különbséget, 180-ból 147 fok, a különbség 33 fok. Az eredeti táblázatunkba a kiszámolt gamma szöget be is tudjuk írni. Miután most már minden belső szög adott, hozzáfoghatunk a külső szögek számításához. Induljunk páronként, kezdjük először is az alfa plusz alfa prim egyenlő 180 fok. Alfa helyett behelyettesítem a 78 fokot. A hiányzó alfa primet mindig úgy tudom kiszámítani, hogy a 180 fokból kivonom az ismert szöget, vagyis jelen esetben a 78 fokot. 180 fokból, ha kivonom a 78 fokot, a különbség 102 fok. Be is lehet írni a táblázatunkba, alfa prim 102 fok. Ugyanilyen módon számolom most a beta prim szöget. Az összefüggés beta plusz beta prim 180 fok. Helyettesítek, a beta 69 fok, plusz beta prim 180 fok. A hiányzó szöget úgy kapom meg, hogy a 180-ból kivonom a 69 fokot, a különbség 111 fok. És már csak egy szög maradt, ez pedig a gamma prim, hasonlóképpen, mint az előző esetekben, gamma plusz gamma prim egyenlő 180 fok. Behelyettesítek, a hiányzó szöget úgy kapom meg, hogy a 180-ból kivonom a meglévőt, jelen esetben a 33 fokot. 180-ból, ha kivonunk 33-at, a különbség 147. És láthatjuk, hogy mind a három belső és mind a három külső szög most már adott, ami azt jelenti, hogy kiszámoltuk, illetve megoldottuk a feladatot végig.
A feladat végén, ha szeretnénk leellenőrizni a megoldásainkat, megtehetjük a következő módon. Ellenőrzésnek használjuk a következő összefüggést. Egy külső szög mindig egyenlő a vele nem szomszédos két belső szög összegével. Vagyis az alfa prim egyenlő a vele nem szomszédos két belső szög, tehát beta plusz gamma összegével. Ugyanezt föl tudjuk írni a beta primre, illetve a gamma primre. Ellenőrizzük le. A 102 egyenlő kell, hogy legyen a 69 plusz 33. 60 plusz 30 az 90, 9 plusz 3 az 12, 90 meg 12 az 102. Ugyanígy a beta prim esetében a 111 egyenlő kell, hogy legyen a 78-nak és a 33-nak az összegével. 70 plusz 30 az 100, 8 plusz 3 11, igen a 111. És a végén a gamma prim egyenlő kell, hogy legyen a 78-nak és a 69-nek az összegével. 70 plusz 60 az 130, 8 plusz 9 az 17, az összesen 147. Ezzel végérvényesen megoldottuk a feladatot, leellenőriztük. Köszönöm a figyelmeteket!